Üdvözlök mindenkit! Elindult a bálázási szezon, már jó pár napja. Fecó éppen viszi befele a bálákat, DM165-tel, meg két pótkocsival. Aztán... Hát eddig nem csináltam videót, mert nem volt rá érkezésem. Már így ide bálázunk, ahogy mondtam, most július 17-e hétfő van, szép napos idő van, vagy 35 fok már, délelőtt 10 óra. Hát én már reggel óta gyűröm az ipart, bálázok, itt teszi a bálázó a szalvát, ahogy látjátok. Csak éppen meg kell állni, elnézést a sípszóért. Ez azt jelzi, hogy elkészül a bála, álljak meg, és elindul a háló befele, kötözés úgymond. Amikor megáll a háló, pipitty, sippan-e kettőt, az azt jelenti, hogy elvágta a kés a hálót. Dobhatom kifele a bálát, aztán hallok két nagy dübbenést, a bála kiesett, annyira nem látom, mert betakar a bálázó. Bezártuk a kamrát, és már indulunk tovább, adunk neki fordulatot, T595-tel húzom bálázót, 1800-as fordulattal, 500-as gardán fordulat, teljesen jó leszi. Jó, kemény bálákat csinál. Ez egy John Deere kombány után bálázunk. Elég sűrűen kell megállnom, azt kell mondanom, mint ahogy most is. Sűrűen kell megállni, elég vastag a rend. Jó a szalma. 150-es bálákat csinálunk, ha még nem mondtam volna. Csináltunk már tegnap előtt kisebbeket is, közben dobom ki a bálát, 90-eseket, mert kellett a csirketelepre, hogy beférjenek a padlásajtón. Aztán megyünk is tovább, közben nézem itt. Hát ilyenkor többet szoktam bálázáskor hátrafele nézelődni, mint előrefele, azt lehet mondani, ugyanis amondó vagyok, hátul történnek a dolgok. Nehogy bemedvézzek, medvézés az annyit jelent, hogy hát elég sok szalma bekerül, a bálázó nem tudja nyelni, és itt a rendfelszedőnél, illetve a rotornál összegyűlik az egész, és nem megy be a gáz. Bál a kamrába, ez a bemedvézés úgymond. Zsargon szóval is. És akkor meg kell állni, lehet kifele szedni a szalmát, fél óra, óráig is akár, hogyha benézte az ember a dolgot, dobom is kifele a bálát. El is készült, hallom a buccanást. Jó, bála kigurítónak van ilyen hangja, ez a duk-duk. Mikor kigudul a bála, akkor két rugó visszahúzza, adok egy kis fordulatot, haladjunk, visszahúzza, és akkor van egy ilyen csattanási hangja. Ugyanis, hogyha netán a bála nem gurulna ki, akkor ne csukjam rá a bálakamrát, mert akkor a rúdláncok azok elhajlanak, amik én mostan lettek szinte cserélve még pár hete. Még nem sok van bennük. Megállunk megint, a szokásos sípolás. Egyébként ez egy Krone Variopa 1500-as bálázó, rudláncos, hálós kötözés, azt tudom elmondani, széles rendfelszedős. Jó, kigurult a bála, kis monitoros, nem tudom, látjátok, ez a hát kezelőpanel, kis monitor. Mechanikus bálaszámláló, úgymond egy ilyen kis mechanikus számláló van a bálázó oldalán. Visszanézek, közben jó lett a bála. Azt számolja a bálát. Itt csak a kapcsoló található, majd elmondom, hogy mi micsoda, lesz egy ilyen bálázó bemutatós videóm is. Mert akkor nem fogom annyira a fejemet forgatni össze-vissza, és akkor úgymond elmagyarázom, hogy közben megállunk, elnézést a sípolásért, többet nem mondom, hogy mi micsoda.
egyik köd, nem tudom mennyire látjátok, hidrolika köd a rendfelszedő, ez lenn van úszóba, ezzel meg a bálakamrát nyitom és csukom, most kinyitom, jó, beteszem úszóba, ugyanis ennek a bálázónak van a reteszelője, úszóba kell tenni, és akkor reteszeli úgymond fixre a bálakamrát, és már megyünk is tovább a következő báláig. Átgyűlnek, itt megjöttek Tibiék, meg Bence persze természetesen, rakják a bálát. Most kicsit szembe süt a nap, majd visszafele is csinálok felvételt, nem tudom mennyire fog jó sikerülni a dolog, mennyi fog látszani belőle, meg majd ha végre érek, akkor megfordítom a kamerát, hogy lássátok azt is, hogy mi történik úgymond itt a bálázó irányába. Ezt bedobom is kifele a bálát, ismét. Hát nagyon sűrűen kell megállni, nagyon jó a rend. Jó, kimondta bála. Indulunk tovább. Visszaszpillantó. Igen, a jobb oldal jó. A bal oldal is jó. Ilyenkor megnézem, hogy a hálókötözés jó volt-e. Nem húzta be a hálót esetleg, nem pukkan szét a bála, nem csináltam-e valamit rosszul. Vagy esetleg a bálázó nem csinált valamit rosszul. Egy ilyen ellenőrzés. Szeretem tudni, hogy akkor jó bálát készítettünk-e. Ugyanis előfordul a rossz minőségű bála is, hogyha nagyon törik a szalma, törekes. Tegnap például délután 2-kor ki kellett állnom. Másik kombány után báláztam, az törte a szalmát nagyon össze. Meg egyébként is nagyon meleg volt, és ki kellett állnom 2-kor, este tudtam bebálázni. Amikor már kicsit megvonult az idő. De hát ez ilyen, hát az a helyzet, hogy a 35-36 fokba nagyon törik a szalma. Bála jó lett. Áthaladunk, ez egy olyan 10 hektáros tábla kb. Azt lehet mondani, meg van arrébb még egy két és fél hektáros tábla is, szóval húzós, de ennek ma meg kell lenni, azt mondták. Hát majd kicsit hosszú műszak lesz ma is, mint tegnap volt. De mindegy, ez most egy ilyen időszak. Legyen kész, legyen jó az áru. Habár az eső jó lenne, kellene nagyon, hogy 3 hete nem volt rendes eső. Kukoricának, napraforgónak nagyon kéne. Tehát persze, aki még adat, annak meg nem kéne. De hát annak is van úgyis búzája is, vagy a kukoricája is, meg napraforgó, szóval vagy. Hát ezt mi nem tudjuk befolyásolni. Mindjárt elkészül a bála, véget ér a rend, ó, végig se kell menni. A jó bevált sípolás. Mindjárt meg kidobom a bálát. Jó, megfordítom a kamerát, hogy ne csak engem lássatok. Sziasztok! Ezt is kéne. Jó. Indulunk! Jaj, ez a forgó! Istenem, de döcög! De döcög! Ó, a betyár mindenit!
Hát valamelyik meg ide adta ezt a bállát az útba, jaj Istenem. Ez én voltam. Hát én most ki nem szállok, tesvéd, hogy arrébb rakjalak. Majd elviszik a fiúk, aztán majd itt, ami itt maradt szalma, majd összeszedem utána. De szerintem nem haragusznak meg, ha itt marad egy kis szalma. Majd a tárcsa széthúzza, de majd összeszedem én. Na szóval, amit látjátok, szedi fölfele a szalmarendet, a bálázok. Haladunk szépen előre, lendületlenül. Megjött a másik szerelvény is, Tamás a Pon4-essel, MTZ Pon4-es, 8-Pon4-essel. Jön majd még másik szerelvény is. Jó, elkészült a bála. És akkor itt az a fehér henger a háló. Mi klassz hálót használunk, van másfajta is, de ezt preferáljuk. Ez több évet is kibír. Nem csattan szét, szabad, ég alatt se. UV nem eszi meg. Nem nyúlik, nem szakad. Bírja. És ez nem a reklám helye. Évek óta ezt használjuk, nem volt még vele gond egyszer se. Drágább, mint a mások. De van még pár márka, gondolom, úgy tudom. Voltexnek, nem tudom méknek. De hát mi már ezt szoktuk meg. Ezzel nincsen gond. Közben itt jobb oldalt a számoknál a mutatót is, hogy mennyire közel vagyunk a bála elkészítéséhez. Jó, hátra nézek, hogy megy a háló rendesen befele. Előfordul sajnos, ha nagyon törekes, begeskedül, de valami, akkor a hálót nem veszik be. Akkor persze nincs más, hátra ki kell dobni a bálát, ami nincs bekötve. Tiszta, törek leszünk, pejva meg odossok, aztán meg kell nézni a hiba okát, és akkor utána rápróbázni megint. Szép lett a bála, teljesen jó. Hát a porttól lehet nem sokat fogtok látni, meg a nap is, de majd visszafele, majd még fönt vagyom a kamerát, akkor nem szembe lesz a nap, ami most nekem háttal van. És megjött kele a gólya. Tegnap az egyik táblában 10 gólya volt lent, ahogy adattuk egyszerre. Szedték össze egereket, gyíkokat, minden kígyót, békát, amit csak találnak ezek. Minden szednek össze. Sőt, azt mondják, srácok, hogy egyik táblába egy patkányt is találtak, rádaboltak egyből, szana szétkapták a patkányt, a gólyák. Csemege volt. Egyben nem tudják benyelni. Csipették. Jaj, de meleg van. Pedig megy a légkondi, de marhára meleg van. És itt a nap közben megjött Sanyika is. Közben meg elkészült a bála. Hátra nézzünk, egy ablaktörlést csinálok.
hogy lássak is valamit, meg ti is lássatok valamit. Mert a pó ráül egyszerűen az ablakra, és nem lehet látni semmit. Pedig nem járhatom lent, nagyon lent a rendfelszedőt, nekem azt a fejvát töreket ne szedje föl, semmi értelme. Az úgyis csak kihullik, pol lesz belőle, az bebálázni azt nem lehet. De hát maga a szarma is azért ponos. Az ilyen. Bálát nem néztem meg. Na jó. Jó, kerek, hengeres. Sanyika a szerelvénye. És megyünk is tovább. Csak megállni ne kéne. Mint a nagy kockabálázókkal, vagy a kis kockák. Azok csak mennek. Na jó, megállnak azok is, mert hogyha nem köti be a bálát, akkor meg kell állni, akkor valami gond van. De hát itt meg kell állni mindig. Hogy bekösse a bálát, meg kidobjuk a bálát. Nincs mese. Hát ez ilyen. Ez egy ilyen dolog. És ki is gurult, pöffent egyet. Ha jó meggurul, az azt jelenti, hogy jó tömör a bála. Súlya is van. Kisebb, ilyen nagyobb lejtőn vagyok, bálázok, előfordul esetleg, akkor azzal szoktam szórakozni, hogy pont úgy jön ki, domtetőről megindítom a bálát, meddig gurul. De hát olyan sokáig nem szokott azért, mert azért talló megfogja, meg a puhább a föld, akkor megint. És ismét. Videóban egy élmény lesz hallgatni ezt a sípolást, pedig már le van ragasztva szikszallaggal is, ha nem lenne, még hangosabb lenne. És ezt egész nap hallgatom. De hát ez ilyen. Hát ez ilyen. Valami zenélést is adhatna, valami bimbam, vagy valami. Elkészült a bála, dob ki, vagy ilyesmi. Ha nem? Na jó van. Hülyeségé nem megyek én se a szomszédba. Hát én max 5 km per órával tudunk menni, szóval nem zágoldozunk, az egyszer biza. De ez nem is a gyorsaságról szól. Ez nem az a fajta művelet, amit gyorsan lehet csinálni. Ezt jól kell, meg pontosan azt mondták. Mert utána nem lesznek megelégedve a munkával, a termékkel, vagyis a bálával. És legközelebb nem hagyják, hogy én bálázzak. Sok más választásuk nincs, mondjuk. Nem rossz meló ez, csak hát ne kelljen kiszállni a bálázóból, meg reggel az a
Hát itt már nincsen. Én forgóban úgy szoktam, hogy fölveszem a rendfelszedőt, közben szövegelek is, felveszem a rendfelszedőt, hogy ne hajoljon el, meg kikapcsolom a gardát, hogy ne törje a szalmát. Mert itt a forgó az kicsit döcög, föl is kapcsolhatnék, de hát akkor meg itt döcög össze-vissza, kitörik a bálázónak a tengelye esetleg, vagy valami. Az kész, szóval. Itt meg már visszafordultam, láttam, hogy van szalma, azért szalmát nem hagyunk itt a renden. Nem illik, szépen föl kell gerebjézni. És akkor miért befordultam akkor? Gardán bekapcsol, és rendfelszedő le. Ez a sorrend. Ezt így megszoktam. Hát kicsit lehúzom ezt az ellenzőt, mert nagyon ide tűzönök. Lehet, hogy csak a napellenzőt fogjátok itt nekem látni, előrefele. De hát, ne süssön a szemembe. Annyi érdekesség van. Nem mondjuk azt majd lehet elmondani. Mindegy, elmondhatom. Ez a fajta bálázó, ez úgy működik. Nem mindegyik így. Amikor a bálakamrát nyitom, akkor a meghajtást szétkapcsolja. Pont most a törektől, vagy a, hát igen, a porttól, törektől nem látszik, van egy rudazat, és a hajtásházba kikapcsolja, úgymond a meghajtását a bálázónak, a gardán tengelyről, és úgymond csak szabadon fog futni. Majd amikor lezáródott, akkor megint repeszeli, és akkor indítja be a bálázunk csak. Majd figyeljétek most. Elindult a kötözés. Mindjárt eláll a... Elvágja a kés. Jó. Pip-pip. Ez azt jelenti, hogy elvágta, meg nem fut. És leállt a bálázó. Látjátok? Kidobta. Most nem hajt. Megyen le, leért, leteszelte, és elindult megint. Ez így van kitalálva. Okos találmány, jól működik. Nem mindegyik bálázó ilyen. Változó. A fix kamrásoké az nem. Mert azok úgy dobják ki a bálát, hogy az alsó henger segít rá, úgymond. Itt megbuktatja, úgymond, az egészet, a bálakidobó. Úgy van a mechanikája megoldva. Szóval ez egy ilyen. Itt oldalt látjátok, jobb oldalt a számokat, 10-től 15-ig, az olyan körülbelül a bála átmérőt jelzi. Persze most az 15 fölött van, az nem lehet. Az már majdnem 160-as lenne. Ez csak egy ilyen körülbelüli állapotot jelent, hogy azért a kezelő is tudja, hogy hol jár a bála mérete. Ahogy mondtam, ez maximum 150-es bálát tud csinálni, úgy emlékszem. Igen, mert 1500-as, és a legkisebb méret talán 80 vagy 85 centi átmérő, és akkor ezt lehet változtatni. Egy csavart kell csak átlapni, ami úgymond vezérli a kötözést, meg maga a bálázót, hogy hol jelezze majd, hogy elkészül a bála. Szóval viszonylag egyszerűen át lehet állítani, a bálakamrán nem kell semmit se. Azt ő magának lekezeli. Végül is. Szóval könnyen lehet állítani a bála méretet. Fokozatmentesen. Hát most akkorát nem püffent, de éreztem, hogy meg azt szoktam, hogy alul ott a bálakamrába belátok a rotoroknál, és hogyha fény van, akkor már a bála nincs benne. De előfordul olyan is, hogy félig kimegy a bála, félig meg nem. Pont esetleg
nem jó nyílik a bálakamra, nem jó nyitom, nincs megfelelő fordulat, vagy valamelyet beszorul, félúton megáll. Akkor hát ki kell szállni a traktorból, nincs mese, és kézzel ki kell gurítani. Benn nem maradhat, nem jöhet velünk tovább. Na valamiért a fiúk megálltak a rakodásba. Remélem nem a rakodók. Gépbe lett valami. Megesik sajnos. Hoppári! Nem akarta elkezdeni a bálát. Ilyenkor figyelni kell. Megesik, hogy nem tudja begöngyölíteni. Hirtelen nyébe össze. Sok anyag megy be. És nem tudja elkezdeni a kis hengert, bála kezdeményezést. És akkor feltolul az egész, és már be is medvéztem. Azt lehet pihenni a bálázó előtt. Szedni kifele a szalmát. Ennek van kézi visszaforgatója, ha olyan, de ha annyira bemedvézik, akkor azzal sincs előrébb az ember. Ennek az alsó lemeze még nem nyitható, az új vannak olyanok az újabbak. Azoknak nyitható, és akkor ki tudja dobni a medvét. De ennek nem nyitható a lemez. Na, Tamás el is indult befele. És kidobjuk. Azért nem egy nagy ördöngőség az a bálázás, de hát van egy-két dolog, amit jó, ha figyel az ember, különben komoly probléma lehet belőle. De ha minden rendben van, akkor csak meg kell állni, meg elindulni, meg kinyitni a kamrát, meg becsukni a kamrát. Hát meg reggelente az a jó kis, hát egy órás szerviz kell kb. Mert a bálázót is körbe nézzük, le kell sírozni csapágyakat. Aztán általában tallón szoktam kifújni levegővel szalmát, meg ilyesmit, szép töreket, ami beragad a bálázóhoz. Össze-vissza, meg a póttól, aztán ezzel elmegy az idő, meg hát természetesen a traktort is karbantartás igényel, levegőszűrőt kifújni, a toll levegőszűrőt, fülkeszűrőket kifújni, mert hát ha a motor se szereti a port, akkor a traktoros se szereti a port. A traktoron is vannak zsírzási pontok, jó, az nem minden nap kell zsírozni azért. Aztán traktoron is hűtőket kifújni, porttól nagyon, nagyon be tud rakódni egy műszak alatt. Szóval hát egy óra, kényelmes órás
tevékenység reggel. És akkor hát akkor már tiszta por az ember, csípi a por az ember bőrét. Mondjuk én úgy szoktam, hogy felöltözök, mint aki fázik. Kabát, sapka, védőszemüveg, porral ne menjen tele a szemem, megkezdjük. Porfúváshoz, tisztogatáshoz. Szóval, hogy ne egyből reggel már utána az zuhanyozással kelljen kezdenem a napot. Ezt ne edd meg, pedig fékeztem. Van úgy, ha pont elkészül a bála, megállok, akkor még egy keveset megeszik. De az nem jó, mert akkor formátlan lesz a bála. Meg esetleg a hálót nem tudja úgy behúzni. Ó. Jó, kidobta. Na, én itt most le is állítom a dolgokat. A felvételt. Majd még jelentkezek, ha lesz valami. Sziasztok!